35 tanárt és oktatási irányítási tevékenységet segítő dolgozóját ismerte el a Szekszárdi Szakképzési Centrum a Tamási Vályi Péter Szakképző Iskolában megrendezett ünnepségen pedagógus nap alkalmából. Elismerést vehetett át a 25 éve tanító Fálné Balogh Klára is. A Paksi első István szakképző iskola tanára 3 év múlva vonul nyugdíjba, ezért még inkább örül annak, hogy nyugdíjba vonulása előtt díjazták egyik eladónak tanuló diákját. A szakma kiváló tanulója lett. Azt mondja, a tanítást hivatásának tekinti, és minden részét szereti. Az idén nagyon szép eredményt értünk el, ugyanis országos díjazottunk lett a szakma kiváló tanulója versenyen egy tanulom, amire már nagyon régóta vágytam, hogy amíg az nyugdíjba kerülök, legalább még egyszer átérezhessem ezt az érzést, mert már volt rá példa, de mostanában sajnos nem találtunk ilyen tanulót, és most sikerült, és nagyon örültünk neki. Az utóbbi időben kicsit nehezebb volt a dolgunk nekünk is, és a gyerekeknek is, de azt láttam, hogy a gyerekek vették az akadályt, legalábbis azok a gyerekek, akiket én tanítottam, azok tisztességesen helytálltak ebben az utolsó 3 hónapban is, és azt hiszem, hogy sokat fejlődtek ők is, meg mi is. Tehát nem gondolom, hogy kárukra volt ez a 3 hónap. Díjat vehetett át Till Ferenc is, aki évek óta portásként felügyel a rendre a Paksi iskolában, de számos szervezési, adminisztratív feladatot is ellát az intézményben. Azt mondja, az elmúlt hónapokban nagyon hiányoztak neki a diákok. Hát egy kicsit unalmas volt, hogy nem voltak a diákok, de hiányoznak azért. Most majd a következő szezonban már szeretném, hogyha jönnének, mert úgy igazán zajlik az iskolai élet, ha a diákok ott vannak. A rendezvényen beszédet mondott Csapó Gábor, a Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója is, aki kiemelte, meg kell köszönni azon dolgozó kiemelkedő munkáját, akik mindent megtesznek a tanulókért, legyen szó osztályfőnökökről, tanárokról, vagy éppen a portásokról. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik korán kelnek, későn fekszenek, akik kijavítják, meghallgatják, megszítják, dicsérik vagy simogatják, szóvá teszik, rászólnak, tiltják, segítik, motiválják, elfogadják. Mindazoknak, akik minden nap szívvel és lélekkel nevelik a tanulóinkat. A Szakképzési Centrum 9 tagintézményének munkavállalói díjazták, vagy azért, mert kiváló eredményeket értek el diákjaik különböző versenyeken, vagy pedagógiai munkájukkal tűntek ki, ahogy a tehetségeket vagy éppen a különleges bánásmódot igénylő diákokat kezelték. Emelte ki Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja. Mindig van egy olyan pillanat, amikor meg kell állni. És amikor megállunk, akkor értékelni is kell. És az értékelés az azt is jelenti, hogy ki kell emeljük azokat a kollégákat, akik a sok jó kollega közül a legjobbak. És ezért fontos nekünk az, hogy ezt mindenki számára nyilvánossá is tegyük, és a saját kollégáink felé is elismerjük őket, és tudjuk ezt tolmácsolni, hogy igen, olyan helyen dolgoznak, olyan munkát végeznek, ami igenis elismerésre méltó és nagyon fontos. Most elismerjük azokat a kollégákat is, akik valamilyen országos szakmai versenyre készítettek fel a gyereket, és ott komoly eredményt értek el a tanulóikkal. De egy nagyon fontos, egy másik része, amikor nem csak a tehetségeket gondozzuk, hanem a lemozsolódást is csökkentjük, tehát azokkal a gyerekekkel, akik különleges bánásmódot igényelnek, ővelük is külön foglalkozunk. Önállók nyilván nem a versenyeredményeket fogjuk díjazni, hanem ott azt a pedagógiai munkát fogjuk díjazni, ahogy ezekkel a fiatalokkal foglalkoznak, azért, hogy ők is a társadalom teljes értékű tagjai tudjanak lenni, szakmával a kezükbe tudjanak élni. A Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó 9 iskolába 3700-3800 tanuló jár, és 550 fő végez oktatói munkát az intézményekben.